Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A mai napon feltenném a kérdést, hogy értékes vagy-e számára, és ezt megtekintjük ennél a kirakásnál. Mielőtt mi megszületünk, a lelkünk kiválaszt egy életutat, vagy egy sorsutat. Ez az aranyút, ahogy itt a képen látható. A sorsút, ez az aranyút, ugyanaz, ami a csillagképekben áll, tehát a születési horoszkópunkban. Ez az út, pontosan az, amire a lelkünknek szüksége van. De néha eltérünk erről az útról, de gyakran eltávolodunk ettől az úttól, de valahogy mindig úgy alakul, hogy aztán visszatérünk ide. Ez a kép azt közli veled, maradj a te élet utadon. És ez az aranyérem utal az értékekre, mert te értékes vagy. Vagy vedd kezedbe azokat a dolgokat, ami számodra értékes. És ne térj el, maradj ezen az úton. És higgy abban, ő követni fog téged, mert te értékes vagy számára. És hihetsz abban, hogy ő követ téged, mert ez az aranyérem, ami megjelenik az ő gondolataiban, hiszen erre utal ez a kártya, azt jelenti, hogy te értékes vagy számára, és tervez egy közös utat. Ez is lehet egy aranyút. És most megtekintjük a következő kártyát, és az utal az ő érzelmeire. Ezen a képen látható a 2-es szám, és az utal egy kapcsolatra. Rád és rá. Ő ezt érzi, hiszen ez a kártya az ő érzelmeit jelenti. A kezében van egy bot, ami a tűz elemét szimbolizálja, tehát itt megvan a bátorság, a lelkesedés és a vágy és a testi kapcsolat. Ő ebbe az irányba tekint, de nem mer közeledni hozzád, nem mer téged megérinteni, mert ezt jelenti ez a második bot ott mellette jobb oldalon. Te ott vagy a közelében, ezt ő érzi is. De nem meri kimutatni az érzelmeit, és nem beszél a terveiről. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled, de én is szeretnék valamit mondani. Egy személyes jóslás megrendelhető nálam. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. Az információkat látjátok ott lent az infoboxban. És most mi is látunk valamit, mégpedig a harmadik kártyát, mit közöl veled. Megvan most nála ez a királyi tartás, ez a magabiztos fellépés. A kezében van az aranyérem, az utal arra, mennyire értékes vagy számára, és ő téged a birtokába szeretne venni. Ez az aranyérem a föld elemét jelképezi, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. Tehát az, amit ő tervez, ez az aranyút, vagy a második kártyánál ez az új irány, ezt ő meg szeretné valósítani. De ő még türelmes. Amit elvár tőled, hogy te úgy tekints rá, mint erre a királyra. Tehát számára fontos a megbecsülés. És most megnézzük azt, mit közöl a 4. kártya. Gyakran ez a megoldás. Ez a kép varázslatos. Itt egy álom megvalósul. A 7-es szám a hold energiájára utal. Ezek a vágyak, a remények és az álmok, és ahogy a képen ez a tündér mutatja, ez az álom megvalósul, így kell, hogy legyen, ez az aranyút, mert pontosan így van megírva a csillagképekben. És miért? Mert te értékes vagy számára. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!